thank you Köszöntöm a korhatártalanul nézőit, és a számomra is most derült ki, hogy ez a 25. adás, tehát jubileumi adás. És hát egy jubileumi adásba illik olyan vendéget hívni, mint Erkárpáti oh, Péter. Ez egy nagyon csodálatos felvezetés volt, megtisztelő, köszönöm szépen. Szervusz Péter, örülök, hogy itt vagy, és egyszerűen bármennyire szeretnék másról beszélgetni, kikerülhetetlen és elkerülhetetlen, hiszen most nagyon sok néző, valószínűleg a női nézők szívükhöz kapnak, hogy itt a Péter, illetve nem is Péter, hanem András, András ugyebár. Hát van, van feltámadás. Életednek ez egy nagyon fontos és nagyon meghatározó időszaka volt ez a 14 év 14 évet töltöttem a sorozatnál, igen. Hát mesélj arról egyáltalán, Ebbe a barátok közben bekerülni milyen volt? Hogy lehetett? Köszönöm a kérdésedet, mindjárt válaszolok rá, viszont előtte engedj meg egy személyes megjegyzést, hogy eh, olyan érdekes és annyira felemelő és megtisztelő érzés most itt ülni a te műsorodban, hiszen én eh, annak idején, mikor ilyen győri lakos voltam, és néztelek televízió bemondóként, szép, gyönyörű hölgy mondja a műsorok listáját, és akkor én, én, én hát olyan messze voltam a televíziózástól, mint Makó Jeruzsálemtől, és most eltelt némi idő, és most itt vagyunk, és annak a gyönyörű hölgynek, aki mit sem veszített ebből a tulajdonságából, itt ülhetek egy beszélgetés műsorában, és számomra ez olyan, olyan nagyon nagyszerű és olyan, olyan nagyon megejtően jó érzés. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Jó, ez most nagyon kedvesen és jó esően esett, mert annak idején, amikor én ott ültem, azt hiszem, nem is voltam tudatában annak, hogy hány ember életének valami módon a részévé váltam, váltunk, mindazok, azok, akik akkor ott dolgoztunk. Köszönöm szépen. Ti ugyanolyan családtagok voltatok Igen. annak idején, mikor volt még ez a bemondói rendszer, a, a, a kezdve Tamás Eszteren, nem, nem, akarom sorolni a nagy neveket, mint, mint, aztán később, ugye a mi generációnkban, ebben a napi Operában, mi is jó néhányan, különösképpen az úgynevezett idősebbek, ezek a média veteránok, mint a Szőke Zoli, a vargai Iza, vagy a vilibácsi vagy én, azóta is elfelejtem a rendes nevét, én is már sorozatbeli nevén szólítom őket, ennek a válogatása nagyon egyszerűen történt. 97-ben, 1997-ben ugye kitalálták, hogy na mostan innentől kezdve lesz kereskedelmi televíziózás Magyarországon is. Hú, hát ez milyen jó, csak nem tudta senki, hogy ezt iszik -e, vagy eszik, vagy mi ez. Annyit tudtunk, hogy majd a filmeket meg fogják reklámokkal szakítani eléggé el nem ítélhetően utálatos módon. É, és pluszban ö, bejöttek olyan formátumok is, mint például egy napi szappanopera. Addig ugye ilyen nem volt, volt heti, két heti szappanopera, viszont ö, nagy ö, elődökkel büszkélkedhet a magyar média, akár a rádióban ugye Szabó család 52 évig ment, aztán itt volt a szomszédok, ö, meg a Familia a Kft., meg nem is tudom micsoda, de ugye ezek helyen heti sorozatok, ha jól emlékszem, voltak. És akkor csináljunk egy napi sorozatot. hát az nagyszerű, csináljunk. Na. És akkor megalakult két ilyen kereskedelmi televízió, és az egyik kiírt ilyen castingot, színész válogatást, és szándékosan ismeretlen országosan ismeretlen színészeket válogattak, külön különösképpen vidéki színházakból oda jutott el ez a felhívás, és erre jelentkeztek a vidéki színészek. Ennek oka egyébként az volt, mielőtt kérdeznét, hogy miért nem ismert embereket, mint például Taki bácsit a szomszédokba, ugye Zente az Ferenc. Azért, mert az Ente Ferenc az az országnak, ugye a tenkes kapitánya volt, és nehogy áthallás legyen a néző közül. Tehát a néző minél jobban bele tudja élni magát, hogy ez az újonnan látott arc, mint szereplő, az valóban az, akit ő megformál. Tehát ő a valóban a Berényi András, a Berényi Miklós, a, a nem, nem is tudom már neveket, a Magdi Anyus, és így nem voltak ilyen előéleteik, közismert előéleteik ezeknek a, a kívánó színészek kollégáimnak egyébként. De mi volt a te elképzelésed, és csak hadd mondjam, a magam kereskedelmi tévézéshez való majdnem viszonyát, hogy nekem nem volt bátorságom. Hívtak, mehettem volna akkor kilencet. Annyira nem tudtam elképzelni, hogy mi az, hogy kereskedelmi televíziózás, hogy egyszerűen nem volt bátorságom kipróbálni. Attól tartottál, hogy az a fajta TV bemondói. Ö, a közszolgálatiság. A, közszolgálatiság a ezt fogja mellőzni, majd ott a. Hogy, hogy nem arra van szükség, amilyen én vagyok, hanem ott majd valamilyen né akarnak engem átvarázsolni, de rólad szeretnék beszélni. Már rólad is, egy nem, így, engem... Majd egyszer meg idejössz, és az 50. adás Igen, váltott No, tehát, hogy, hogy, milyen elképzelésed, vagy nem volt benned félelem, hogy, hogy az egész addigi művészi pályádat, még akkor is, ha inkább vidéki színházakba színházakban voltál? De, hát ezt, ezt, mindannyian tudtuk és vállaltuk, hiszen annak idején a világirodalom legnagyobb szerepeit eljátszottam színpadon, még rendes közszínházban dolgoztam, de voltam én Trisztán, Kabaré konferenciéja, Köműves Kelemen, Ezeket, hála istene, pont abban a korban, én 30-as voltam, akkor eljátszhattam. Tehát az nekem úgy megvolt. Viszont nyilván a színész exhibicionista, mint jó magam is, és ugye fontos, hogy minél több ember ismerjen, és ennek a legjobb útja egy ilyen televíziós sorozat, mert azt akkor mindenki nézi. És úgy alakult, hogy a Szökez Olival mi lettünk a testvérpár mind a ketten Zalaegerszegi színészek voltunk, igaz, hogy én tettem egy kitérőt Sopronba, de ettől függetlenül aztán itt találkoztunk ismét a barátok közt forgatásán, és életünk leghosszabb közös munkája volt a, a olival, Azért őt említem a többi kiválóság közül, mert ugye ővel alkottam, mi voltunk a testvérpár. És e, tudtuk azt, hogy a, a szakma, tehát a, a színművész szakma az, ha nem is lenézi a szapanopera szereplőket, de azt mondják, hogy hát az eladta a lelkét az ördögnek, elment ö, ö, ebbe a ö, világba. Mi ezt tudtuk, hogy ez ezzel fog járni, és azt is, hogy beleszünk leszünk skatujázva. Én a mai napig megállítom az utcán, hogy Andriskám, hogy szerettük magát. Függetlenül attól, hogy én azóta forgattam filmeket, meg, meg játszottam színházban, de ettől függetlenül az utca ez vagyok. És ez természetes, hiszen gondold el, Judit, hogy 14 éven keresztül minden áldott hétköznap, este, nem tudom, fél nyolckor, vagy mikor kezdődött és az a sorozat, dekopogtunk a képernyőn keresztül, ugyanúgy, mint annak idején te, minden áldott nap, a közszolgálatot, mindig bekopogta, és már vártuk, hogy jöjjön az André Jutka, vagy éppen valamelyik szintén kiváló bemondótársa, és közölje velünk kedvesen, kellemes, hogy most lesz a híradó, esti mese, maci mossa a fogát, és akkor utána amerikai film, nem tudom micsoda. Ezáltal te is családtaggá váltál, és mi is családtaggá váltunk. Ennek igazából számomra az a, a pozitívuma és hozadéka, hogy szórakoztatni nagyon felemelő érzés hiszen a visszajelzésekből kiderül, hogy, hogy legalább az emberek arra a fél órára, míg bekapcsolták a barátok közt című sorozatot, addig elfelejtették a hétköznapi gondjukat, bajukat, meg minden, és addig egy kicsit tudtunk szórakoztatni, tudtunk ö, ö, pihentetni, agyat pihentetni, aztán, amikor véget ért a sorozat, és jött a híradó, akkor már úgyis jöttek vissza a mindenféle problémák és ennek számomra megvan az a diszkrét pozitívuma, hogy, hogy ez, egy, ez egy felelősségteljes és jó dolog, egyfajta kegyelmi állapotként. Függetlenül attól, hogy nincs semmi szakralitás a dologban, de egyfajta kegyelmi állapot lehet talán a mi szakmánk. Egy kicsit pillancsunk a kulisszák mögé. Engem is érdekel például, hogy egy ilyen napi sorozatban dolgozni, mert ez egy kemény munka, lehetett ezt el tudom képzelni rögtön az jutott eszembe, hogy, hogy lehet a szövegeket megtanulni olyan gyorsan, napról napra, tehát hogy egy picit avas be, hogy milyen napi rendetek volt, a szöveget mikor kaptátok meg. Azt kell tudni, hogy a tanulás, hogy hogy tanultuk a szövegeket, az emberi elme valóban egy csodálatos szerkezet. A szövegeket mindig egy héttel előtte megkaptuk a következő heti szövegeket. Ugye úgy minden hétköznap volt fél órányi adás, vagy körülbelül 20-25 perc mert uh -huh. többi reklám volt. És ott azért jó pár jelenet lement minden egyes nap. Ez azt jelenti, hogy minden egyes nap nekünk egy adás nyit, föl is kellett venni. Tehát egy nap, egy adás. Igen, egy tehát nap, tehát 25-60 ha percet uh -huh. meg kellett csinálni. És képzeld el, hogy én is hát mondom, ez borzasztó, hát hogy fogok tanulni. Mikor el, elindult a sorozat, színházi aggyal próbáltam a szövegeket tanulni, ugye... Egy számítógépes hasonlattal élvez olyan, hogy a színház, a színházi színész, mikor megtanul egy színdarab szövegét, ami majd később megy hónapokon keresztül, mindig ugyanaz az előadás, ugyanazzal a szöveggel, azt be kell rakni a merevlemezre. Uh -huh. Viszont az, hogyha én merevlemezre kezdtem volna el tenni a nem tudom, 20 ezer résznek a szövegeit, akkor egy idő után a kapacitás elfogyott volna. Ezért csak a memóriába tettük be a szöveget. Itt a számítógépes uh -huh. hasonlat. És meg lehetett tanulni, tanulni, meg kellett tanulni, tanulni. Egy idő után az agyad ledobta, nem rögzített a merev lemezre, hanem csak a memóriába, és másnap, például azt pontosan tudtad interpretálni, visszaadni. De már felejtetted is el, mert aznap este már otthon tanultad a harmadik nap szöveget. Megint interpretáltad, és így tovább, így tovább. Tehát érdekes módon az agy, azért mondtam, hogy csodálatos szerkezet, mert képes arra, hogy a memóriában megőrizze mondjuk 24 óráig azt az adott szöveget, amit aztán el tudsz mondani a kamera előtt. Amikor vidéki színész voltál, ugye erről mindig beszélgetünk, hogy milyen csodálatos színészek, milyen tehetségek vannak egy vidéki színházban, és milyen igazságtalanság az, hogy, hogy valahogy az ország nem ismeri meg őket. Akkor benned volt valamiféle, és akkor egy őszinte választ vár, volt valamiféle irítség, hogy hát azok ott a tévében, vagy a fővárosi színházakban, és hogy mi meg itt, nem tudom, Zalaegerszegen vagy Sopronban. Nem, nem. Azért nem, mert engem hívtak Zalaegerszegről a Budapesti Nemzeti Színházba, uh -huh. ami akkor a magyar színház helyén működött. Fölhívtak, de úgy, hogy állandóan legyett társulatilag tag. Csak pont akkor voltam ott szerelmes. És mondtam, ha jöhet a szerelmem, akkor megyek. Hát mondták arra, most nincs igény. Akkor mondom, én sem megyek. És nem mentem. Nem, engem ez nem érdekelt soha. Az volt jó, hogy a stúdió munkákat, műhely munkákat tudtunk csinálni, és, és tényleg fantasztikus előadások születtek. Amit mondasz, egyébként valóban így van, vidéken rengeteg olyan tehetséges ember van, akit aki megérdemelné, hogy azt a tehetséget, azt a nagyszerűséget minél több ember megismerje, tehát kvázi egy budapesti színházban bőven megállna a helyét, vagy akár televízióban, filmben, de sajnos ez, ez ilyen szakma. Ez belejár, jár, ezt tudni kell. És akkor jött az az időszak, amikor hihetetlen, szerintem robbanásszerűen népszerűek lettetek. Igen. Valószínűleg álmélkodtál, ahogy szinte az első hét egy hét, két hét, három hét után az utcán megállítottak. Nagyon érdekes, de ha áruljuk el egy kulisszatitkot, mert képzeld el, hogy ment már két vagy három hónapja a sorozat. Én nagyon nem volt nézettsége. Hmm. És mindenki ott a kereskedelmi tévénél, hogy a gyerekek, ez, ez bukta, ezt le kell venni. hát És mentek a legyártott részek. Senki, nem nézte senki. És senki nem tudja, hogy mitől, egyszer csak fogta magát, és én meredeken elkezdett emelkedni a nézettséget, de nem történt semmi a sorozatban, hogy az, az váltotta volna ki. Mai napig nem tudja senki, de mai épp szinte a megszüntetés gondolatával játszottak, képzeld el. Beindult, és ebből lett 23 év összesen, amiből 14-et én is velük tölthettem. Nagyon büszke vagyok rá, mert annak idején ez, ez, ez egy úttörő munka volt. Új stílus, új formátum, és új színészi megmutatkozási lehetőség. Te hogy viselted el azt a... Meg kellett tanulni, kezelni a népszerűséget. Tehát a gyerekeddel mentél vásárolni, András, izé, nem, akkor még nem volt mobiltelefon az elején, tudod. András, autogram, és akkor anyu nincs nád egy ilyen, akkor szettli. még ez egy régi, szetli vagy jaj, egy régi jaj. fénykép. És gyerekeim halálosan utálták ezt. Apa, nem szeretünk veled menni sehogy, de sehogy, de se játszótérre semmi, mert mindig megtalálnak meg kellett ezt tanulni. Ő, gyerekek is megtanulták, kénytelenek voltak elfogadni, a jaj, apa úgy látszik, ilyen nem mutogatják a tévébe, de nekem is meg kell tanulni, kezelni. Mondok egy példát, hogy mit tudom én lázas volt valamelyik gyerekem, és rohantam valami éjjel nyitva tartó patikába. És uh, akkor hát meg egy turista és szálltak le nem fiatalok, hát persze kiszúrtak de én meg rohantam volna patikába. És oda, Aj, András, autogram, autogram, most mit, mit csinálsz? Uh -huh. Azt mondod, hogy gyerekek, ne arra ugyan, most nem lehet, mert patikába rohanok. Persze, hülye nagyképű állat, mondják, uh -huh. ez egyik. Ha meg leállsz, bezár a patika, vagy nem tudom. Tehát, tehát ö, muszáj volt akkor is, nem esik egyébként nehezemre, mert én alapvetőleg egy ilyen, ilyen közvetlen ember vagyok, hát pontosan tudod, mert ismersz, dolgoztunk már együtt. Ö, és ott is nekiálltam gyorsan, és elmagyaráztam, gyerekek, most az a helyzet tényleg Te kedvesen, normálisan. Hát persze, volt ideg volt, hogy menj, a patikás, hogy adja le. benne, legyen lázas a gyerek. Le, le. Tehát volt, aki meg kell tanulni a, 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 kezelni ezt, hogy hogy. Mert ha csak egyszer vagy olyan, hogy áh, nem adok autogramot, meg már adtam eleget. Hát akkor, hiszem, te, akkor, te, olyan egy... hülye bunkó nagyképű paraszt. De nem is, akkor... is tudom róla elképzelni, hogy, hogy, nagyképűen reagál. Hát, vagy... volt, egy, egyszer volt. Igen? Egyszer Na, volt. Mi történt? Berekfürdön ö, nyaraltunk egy hetet, és ilyen napszemüveg, meg kalap, meg nem tudom, minden rajtam volt ott a És úgy, úgy napoztam így, ejtőztem, hogy így a medence szélén, tudod, így lógattam a lábamat a vízbe. És akkor jöttek a gyerekek, ezt tette, te, vagy a ide izé, a berény, de ez már nem tudom, anyadik gyerek sereg. Te vagy a berény, és így csináltam, hogy igen, én vagyok, de most zárva vagyok. És visszatettem, és is gyerekek az ott állnak. Jó, de hát ez is egy kedves megoldása volt a szituáció. most zárva vagyok. És az időtájt, vagy abban az időben színházban játszottál, nem. vagy nem lehetett a szerződés szerint, vagy? Nagy nem nagyon sok játszott. Nem, nem, is, engem nem is nagyon hívtak, de tudták, hogy engem nem is nagyon lehet, nem is nagyon vonz. Azért, akik, akik játszottak színházban, láttam azoknak az időbeosztását, ami azért úgyhogy hogy nekem két kis gyerekem volt, azért kemény volt. Tehát én, én akkor inkább nem vállaltam. Tehát akkor abból a pénzből, amit értek, nem kerestünk milliókat, minden igen, az, az itt a milliókat. Na, nem nem kerestünk nem milliókat, annyi. de jobban kerestünk, mint egy színházban egy, egy színész. Tehát arra elég volt, hogy egy családot szépen tudtál vinni. Különösen, a nem volt svájci frank hitelet. Akinek volt a szívás. Hát igen, most jutunk el oda a beszélgetésben, hogy ugye a népszerűség valószínűleg lubickoltál, élvezted ezt a munkát, nem? Így van, Szeretted. Szerettem. És akkor egyszer csak jött egy olyan töréspont, ami váratlanul érhetett. Véget ért a szereplésed, ráadásul elég csúnyán. Pont tegnap este Csúfos megnéztem halálán. azt a, igen, igen, azt a, azt a jelenetet. Hogy, hogy, érintett az, amikor veled közölték, hogy hát akkor te akkor nem írót? tudtam, hogy én azt hittem kandi kamera, mikor fölhívattak a izébe a mi ez? A produceri szobába kandikamera, mert tudod, ott a Hint kereskedelmi tévé csinált ilyen kandikamera. Engem. És dehogy nem, hogy hát kész vége. És akkor egy világ össze, azt se tudtam, mi van, mentem haza, mondtam az akkori feleségemnek, hogy kész, el kell adnunk állatot, de svájci, frankos, hmm. stb. De nem értettem, hogy mi. Aztán utólag kiderült ez, hogy mi volt. Csak akkor nekem hirtelen egy törés volt, különösen úgy, hogy én bika vagyok, is te, te is így van. Akkor pontosan, volt két lábbal a föld áll a pali. Igen. Azt tudom, hogy ha ezt és ezt csinálom, akkor egyről a kettőre tudok lépni, és a többi fontos biztonság, egzisztenciális, mentális biztonság minden. Még hirtelen hát Jézus ereje mit csináljon? Közölték, hogy miért éppen téged beszéltek. Közölték, neki? bizony. Képzeld el, akkor derült ki később ott, ott leváltották azt hiszem az akkori producert, jött egy másik producer, az a másik producer bocsánatot kért tőlem, hogy hülyék voltak. Saját magukat rúgták bokán. Igen. Ugyanis a következő volt. Akkor volt a 2012 körül volt ilyen, ilyen recesszió. Nem ilyen nagy, mint most van. Igen. De, de akkor is volt egy recesszió, ami azt jelentette, hogy csökkent a néző. Elkezdett csökkenni először is a nézőszám. Ezáltal ugye a reklámozók kevesebbet reklámoztattak azonnal a műsorom. Ezért emelni kellett a nézőszámon. Ugye a barátok köznek a jogtulajdonosai, azok Németországban voltak, és jött állandóan is, hogy tessék csinálni nézettséget, mert rossz a nézettség, stb. Jó. Mivel lehet nézettséget csinálni ma Magyarországon? Két dologgal. Az egyik a szex, a másik pedig a tragédia. Ugye? Na most a szexhez nem tudtak nyúlni, mert akkor már egy kicsit elvesztette az életszerűségét a sorozat, és már mindenkit összefektettek mindenkivel ö, ott a Mátyás király téren, hogy legyen nézettség. Tehát az már nem volt egy cucc. Akkor legyen tragédia, halljon meg valaki. Jó, ki halljon meg, hát ki fájna a legjobban nézőknek. Mindenkinek van személyes nézettségi indexe. Egy ilyen sorozatnál is külön a ezt játszó, azt játszó, amazt játszó szereplőnek. És látták, hogy a jó Andriska, a Berény Andris, a jó fiú, a kedves, az aranyos, mindenki szereti, persze, ami az összes nő felszarvazza, mert halál közben, legalábbis olyanra van írva. És hát akkor halljon meg az András. És akkor hozzák, reáltak egy sztorit, és meghalasztották az Andrást. Ez nagyon jó ötletnek tűnt, mert akkor egy millió, nem tudom, háromszázról Kettő millió egyre men, fölment a nézettség, mikor itt engem temetgettek. Okay. Igen ám de amint eltemettek, huszt, így ment még lejjebb ment a nézettség, mint annak előtte volt. Minden. Tehát ez egy nagyon furmányos dolog. Mm -hmm. És De hát akkor már nem lehetett vissza. Voltak próbálkozások, de mivel a Dallasban ezt megcsinálták a Bobival, nem, 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 lett volna jó, vagy szóval annyit nem hozott volna a konyhára. Minden esetre később a, a barátok összevezetése, ne, nem is tudom miért, hogy bocsánatot kérde, elnézést, hát hülyék voltunk. De téged nem kellett volna megkalasztani. Hát mondtam, mondtam nektek. Minden esetre velem, személy szerint az Erkárpáti Péterrel a kezdeti sok után ez nagyon jót tett. Azt az időszakot nagyon nehéz lehetett megélni. nem is azt mondom, hogy a, a svájci frank hiteles ház miatt, hanem egyszerűen lelkileg ezt feldolgozni, hogy valahol Nem volt könnyű. Ugye? Hogy, nem volt hogy könnyű, ez, igen. ez volt talán a legnehezebb. Hiszen olyan talajtalan lettem, uh -huh. ráadásul a körül váltunk, vagy az körül romlott meg a, a gyermekeim édesanyjával a kapcsolat. Tehát akkor baj jön, csőstől jön, de túlélt. Amiben nem halunk bele, az. az megedz, és természetesen én nekem nem esett le volna a kar karikagyűrű az ujjamról, hogyha el nem mennem vagont kirakni. Tehát én nem. Én most is, hogy volt ez a, ez a Covid-járvány, mikor otthon ültek a színészek, és volt, aki elment lángos kihordónak, volt, aki elment árulni ilyen, nem tudom, butikba, valamit. Ismert színészekről beszélek. De nem volt más kereset. Én is mondtam a, a mostani páromnak, hogy figyelj ide, elmegyek ilyen. Mi ez? Akik házhoz kiviszik, amit rendelsz, mm -hmm. interneten, futárcél. Mm -hmm. És és mondta a párom, hogy figyelj ide, most, 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 most meg tudjuk oldani, hogy most ne kelljen menni. És elmondta, miért. Azért, mert én, ha megjelenek, és kihoztam a, önnek a kütyűt az néz, és nem tud hova tenni, hiszen lehet, hogy én olyan sokat adtam neki még színészként a televízióban, hogy azt a nimbuszt én elveszem tőle azáltal, hogy most én egy ilyen. Nem, Akkor hova tűnnek aztán? Képzeld el. Nem. Igen, tehát ez, ez már egy ez már nagyon finom pszichológia, és én értettem a páromnak ezt, és hála Istennek meg tudtuk oldani ezt, beindultak az én munkáim is, tehát semmi baj nem volt, de hát addig meg az ő keresetéből éltünk. Tehát mi meg tudtuk oldani. Viszont, ha valaki Mondjuk ilyen színész házaspár, mind a ketten abból éltek, nem is tudom, hogy élték túl a, a, a pandémiának azt a bezárt időszakát. Mennyire köszönhető ennek a drámai időszaknak vagy töréspontnak az életedben az, hogy elkezdtél foglalkozni a halál közeli élményekkel? Azért, mert te magad is átéltél valami ilyet? Nem, csak éppen lett időm. Azt, azt tudni kell rólam, hogy én, én mindig szerettem alkotni. Hát én írtam színdarabokat, én írtam a rádiónak kabarét, nagyon sok mindent csináltam, ilyen lényetes amatőr filmeket. Szerettem ezeket a dolgokat csinálni. És most, hogy véget ért a barátok közt, héten nem volt nagyon mit csinálnom, de a kreativitásomat muszáj volt ö, folytatnom. És végre föl tudtam venni annak az érdekes ö, dolognak a vonalát, amit említettél. Én 17 éves korom körül olvastam egy Raymond Moody nevű amerikai könyvét Élet az élet után címmel, amiben 150 olyan esetet ír le, aki klinikai halából visszatért páciensként mondják el a, a úgynevezett halálközel élményeiket. Érdekes módon pont az Eklésia kiadó gondozásában jelent meg, ez 77-ben. És ezt elolvastam, és nekem azt tűnt föl, ami egyébként a többi kutatót is nagyon érdekli, hogy miért van az, hogyha itt a Földön, a földi életben meg annyi temperamentummal, gondolkozással, világnézettel vagyunk megáldva, a visszatérők beszámolói, akkor ennek ellenére miért kísértetiesen ugyanazokból az etapokból állnak? Függetlenül attól, hogy hány éves, hogy vallásos-e vagy sem, milyen. Lelki finomságú, beállítottságú. Ez miért van? És nem értettem. És akkor mondom, véget ért ez a televíziós munkám, és akkor mondtam, akkor fölveszem ennek a falán, és utána nézek jobban. Elmentem a könyvtárba, kinyitottam az internetet, és a legnagyobb meglepetésemre, kérdezel, de szinte kizárólag vagy spirituális, vagy csak ezoterikus megközelítésekkel találkoztam. És akkor nem értettem, hogy hát ez egy élettani jelenség, erről emberek beszámolnak. Magyar emberek ugyanúgy, mint bárhol máshol. Akkor mi nem nézzük meg ezt az élettani szemszögből is? Hát miért nincs erről dokumentum? Ami volt az is ilyen nagyon akadémikusi szigorral megírt értekezés, tehát az a köznapi ember nem, nem tudja, hogy így van. És akkor gondoltam ennyit, vettem három kamerát, pont akkor, mikor megszűnt a sorozat, akkor mégis vettem három kamerát, mert én valahogy hittem ebben, és megkerestem ismerőseimet, akik segítettek ö, 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 olyan emberekkel találkozni, akinek volt ilyenje, illetve megkerestem a paplajos professzort, megkerestem a, a, a Vekerdi Tamást, még akkor élt, megkerestem a Jókai Annát, megkerestem a Réz Andrást, Benkő Lacit, és megkerestem a Vágó Pistát is. Ugye, Na, mert... Ez volt a meglepő a névsorban, mert a Vágó Pista ugye a szkeptikusok így van. társasága, és ez teljesen meglepet, hogy ő egyáltalán vállalkozott erre. Méghozzá az volt a koncepció, hogy én, mint filmkészítő, dokumentumfilmkészítő, semmi irányba nem akarom presszionálni a nézőt. Hogy higgyél -e vagy ne higgyél -e be, mert nincs olyan, hogy alá után van élet. És én azt gondolom, hogy egy ilyen közvetítő embernek, mint egy filmkészítő, nem dolga hogy véleményt ö, nyomasson, viszont szólaltassa meg a lehető legszélesebb palettáról a különböző meglátásokat. És hát Jókai Anna kontra Vágó István. Tehát mindenki más mondott, ugye Vágó István kifejezetten a szkeptikus társaság volt elnökeként Igen. szólalt meg ebben, és nagyon érdekeseket mondott. Elmondta például a Pista, hogy ő miért nem hisz ebben az egészben, mert neki erről volt tapasztalata, méghozzá a saját édesapja volt, kétszer klinikai alá, és hozták vissza, és amit ebből ő levett, ebből azt a tapasztalatot szűrte amit elmond a, a filmbe. A jókai anna Szintén elmondja, hogy miért. A Vekerdi Tamás is elmondja. És, és hála Istennek e, e, Vitrai Tamás például elmondta. Illetve hát te is, ugye? Igen, e, nem be, nem bocsáss nem. meg, hát Nehezen, de mert ugye biobikaként én egy elég földhöz ragadt vagyok. Igen. De... Ebből a sokszínűségből a néző később eldönthette, hogy mit gondol. Természetesen nem csak titeket, ismert embereket szólítottalak ebben meg, hanem szakértőket a vallás területéről, tehát mind az ábrahámi, mind a keleti vallások, magyar országi képviselői vagy vezetői is örömmel álltak kamera elé, vagy például a, a pszichológia, illetve az orvostudomány képviselői is. És ott is volt, aki elmondta, hogy ez csak egy, egy az élő tudat terméke, ez a halálközel élménynek nevezett jelenség, más pedig más véleményem van. Természetesen ebben a dokumentum fénysorozatban az úgymond hogy legizgalmasabb ö, ö, részek mindig a, az átélők, amikor elmesélik, hogy ők mit tapasztaltak. A sok-sok-sok átélő, nevezők, őket, akik átéltek halálközeli élményt hallgatva, velük beszélgetve. Téged befolyásolt? Közelebb vitt ahhoz, hogy akkor ez egy létező dolog? Azt tudjuk, hogy az, hogy beszámolnak erről, az egy létező dolog. Sajnos nincsenek statisztikák, de a klinikai halálból visszatért őknek kb. 25-30%-a az, aki egyáltalán beszámol, beszámol, valami a különös tapasztalatról. Vannak, akik nem is mernek nagyon beszámolni, nem fér, hogy bolondnak tartják őket, vagy zavart rá, rájuk sütik a bélyeget. És ahogy én hallgattam ezeket a beszámolókat, én meggyőződtem, hogy ezek az emberek ezt nem találták ki, ez nem egy korábbi filmélmény, feltupírozott továbbadása csak azért, mert hogy ez olyan, olyan izgalmas téma. Tehát ezek az emberek ezt átélték. A nagy kérdés az, hogy vajon ez a tudat terméke? tehát egy, egy, egyfajta projekció, vagy pedig valóban van valami olyan tapasztalat, amit egyelőre nem tudunk, mert ugye a, a, biológiai halálból senki nem jött még vissza, csak a klinikai halálból. Egyet mondjuk, hogy mit, mit mesélnek, mit élnek ők át, vagy mit Igen. látnak? Ennek a hatására, csak, csak bocsak, befejezem, én azt mondom, hogy ha megkérdezett tőlem, hogy én szerintem van-e élet az élet után, akkor válaszom az, hogy nem tudom. Egyet viszont tudok, hogy a klinikai halált követően, és akár súrolva a biológiai halált, bizony vannak arra kísérletek, hogy az agy, a az, tehát az agyban a neuronok képesek akkor még jeleket küldeni, ami egy egyszerű EEG készülékkel is konstatálható, vagy detektálható, amikor már nem küldhetne jelet, hiszen az orvostudomány mai állása szerint az agy 4-5 perc tápanyagellátottság hiányában egyszerűen elkezdenek bomlani a neuronok, az agysejtek. És az visszafordíthatatlan folyamat, és ennek ezek után még küldött jeleket. Ez az úgynevezett Delpass kísérlet, de a könyveim ez, ez elég részletesen le van írva, ér, ha valaki utána tud nézni az internetnek. Érdekes eset. Nagyon sok olyan eset van, amire egyszerűen nem tudunk magyarázatot adni. És erre a szkeptikusok sem. Én egyébként örülök, hogy vannak szkeptikusok, mert az a jó, ha megvizsgálunk egy Végül. dolgot. Tehát muszáj megvizsgálni, nem lehet így bemondásra elhinni, hogy igen, persze ez úgy van. Mert ha csak ilyen lenne, hogy elmesélik, hogy találkoztam elhunyt anyámmal, meg nem tudom, gél, meg alagútba mentem át, ezek lehetnek tényleg az agy termékei, de... Van egy olyan élményelem, amit úgy hívunk, hogy testen kívüli élmény. Mikor arról számol be a páciens, hogy őt betolták a műtőbe, már altatva, és mivel hosszú a műtét, ilyen nedves gézlabdacsokat ragasztanak a szemére kiszáradás ellen. De már altatva van effektív. betolják a műtőbe, és ő utólag meséli el, egyszer csak kint találta magát a testéből, és körülbelül ilyen 3-4 méter magasságra, egyébként megjegyzem, ez egy tipikus, tehát autóbalesetnél is, vagy utcai szívéfartusnál is, mindig 3-4 méter magasságból, távolságról rát, lát rá a saját testének az purréjlesztési kísérleteire, látja, hogy odarohannak, leírja, hogy ki milyen színű kabátban van, kihívja a mentőket, telefonon, stb. Most visszatérve erre a, a, a műtőben történtre, hallotta, amit az orvosok beszélnek, és később ezt vissza is mondta. Látta, hogy mit csináltak, stb. Majd döbbenten konstatálta, mivel ilyen felül nézetből látott rá erre az egész műtéti folyamatra, hogy ott van egy csavarhúzó a műtő lámpa tetején. Egy ott felejtett csavarhúzó. És azt, mikor elmondja az orvosnak, vagy az egészségügyi személyzetnek, azok bemennek, Fölmásznak oda létrával, és ott van a csavarhúzó. Uh -huh. Na most ezt e e e e e e nem. Mondják azt, hogy akaratlanul meghallott hangok, meglátott képek, meg a sok tükröződő felület valahogy eljut a tudatába. De akkor például egy baleset során, hogy tudja megmondani utólag a az elütött ember, aki ott fekszik, beveri a fejét is éppen nincs magánál, utólag elmondja az őt előtő autónak a rendszámát. Vagy véletlenül hirtelen halál van az, az intenzív osztály, és rohannak a defibrillátor kocsival, amiről leesik egy injekciós tű. Ugye az injekciós tűk ilyen steril papírba vannak így becsomagolva, és leesik, és begurul a, ez például egy magyar eset, begurul az a orvosi üvegszekrény alá és az átélő látja, hogy ott rohannak, és az orvos rajta ül, és ezt ő látja fölülről, és próbál is elkapni, hogy hagyja abba, mert neki most jó. És látja, hogy az az ő teste, egyébként az is nagyon érdekes, mikor konstatálják, hogy az ott saját maguk, az is egy nagyon külön érdekes lélektani dolog, nem az, mint várnád, hogy ja, Isten szegény, nem, sőt, jaj, ide, jó, hogy már nem tartozodom oda, de mondom, ez rendkívül széles téma és nem is akarok itt most egymás, vagy egyik szavamból a másikba esni, visszatérve erre, látta a Pali, hogy leesett ez a hogy is hívják. És alánézett a szekrény alá, és leolvasta ennek, van egy ilyen kódszáma, ilyen betű meg számsor. És utólag, mikor visszahozzák egyébként, tehát visszajut a test nélküli tudata a testébe, és elmeséli ezt, ami történt vele, például elmesélte azt is, hogy játóta rajta a defibrillátorkocsit a dövérke. Nem is értette. Már a nem létező testén. Ezek nagyon izgalmas dolgok. És utólag bemondja. És akkor lehajolnak azért, a és pont az a száma. Ezeket Még honnan tudja? Ezek, e, ezek nem nagyon nem érdekes dolgok. Tehát én ebből azt szűrtem le, hogy itt van valami olyan jelenség, hogy a test nélküli tudat képes érzékelni. Ez újabb kérdéseket vet föl. Ha ott fekszik a teste, vele együtt a füle, a szeme. Itt meg nincs semmi, csak egyfajta látószög. Mivel lát? Mivel hal? hiszen pontosan visszamondja, amit az orvosok beszélnek. Sőt, mivel rögzít? Hisz a mai orvostudomány állása szerint vannak úgynevezett memória csoportok a tudatunkban, az agyunkban elhelyezkedő neuron összegség. ma nem pongyolán mondom ezt el, és abba rögzítünk, ugye ott van a hosszú távú, rövid memória, stb. Mivel rögzít, hiszen az agya az éppen ott van egy klinikai halál állapotában, amikor egyébként a szürke állomány nem, is moz, ö, nem funkcionál. De ennek ellenére rögzít, hiszen miután visszahozzák, és eltelik egy csomó idő, elmondja mindezeket. Tehát valahol ő ezt rögzítette. Hol rögzítette? Hallgatlak, hallgatlak, és azt állapítom meg, hogy te ezt nagyon komolyan veszed, nagyon komolyan, hiszen ugye sorozatokat csinál, film sorozatokat csinált, előadásokat tartasz, könyveket, most már az ötödik Könyv. A Hát, könyv, és ha megengeded, ezt el is hoztam neked, ez egy kétnyelvű könyv, mind a két oldalán ez az angol része, az a címe, hogy HKE összegzés. Ez a halálközeli élmény egységeket veszi gorcsú alá, és részletesen elmondja a proérveket, a kontraérveket, a konklúziót, és természetesen minden ilyen kérdés alá van támasztva egy-egy átélői tapasztalat leíratta. Hát ha másért nem, azért is komolyan veszem, mert csak nézem a forráslistát, hát két és fél oldal apró betűvel, tehát ez nem csak egy ilyen kitaláció. Miért fontos ezzel neked foglalkozni? Ilyen komolyan, ilyen mélységbe, ilyen vehemenciával? Azt gondolom, hogy magamból indultam ki. Én is ugye az élet során, nem tudom, élek 89-en jó esetben 100 évet, de hát már nekem a B oldal forog, én tehát kevesebb van hátra, mint előre. Vajon mi lesz utána? Hiszen egy élet alatt összegyűjtünk rendkívül sok tudást, rendkívül sok szeretett csomót, szeretett bombon. Az egyszerűen nem válhat az én idealisztikus elképzeléseimben a semmi vége. Hát akkor mi végre volt ez a kísérlet, ez a, most lejöttünk a Földre, a fizikai világba, erre, és akkor mi van, ha utána nem marad semmi. Hát valamit meg kéne tudni erről. Igen, de hát erről nem lehet megtudni semmit. Ráadásul, ugye ez, ez egy normál emberi pszichés beállítottság, hogyha valamit nem ismerünk, attól ilyen tartásunk van. Minél többet ismerünk meg egy viszonylag ismeretlen dologról, annál kevésbé tűnik félelmetesnek. És egyáltalán nem mindegy, hogy a, a végső utunkon, vagy az elképzelt egykori, majd valamikori eh, halálunk, kapcsán érzünk-e szorongást, vagy nem. És itt most a, nem nem a fizikai bajokról van szó, hanem a, a mentális-szellemi szorongásról, hogy jaj, jön a halál. Azt kell mondanom, nem kefélni tőle. Tapasztalatom nem. A haláli. Most hülyén hangzik, de jó. Onnan már jó. Az odáig fekvő lelki-fizikai problémák, fájdalmak, testérzetek, az nehéz. Meg annak nehéz a két marad, és elsirat minket, hiszen nyilván a, a halál kitépi erőszakkal abból a szeretett körből a, a szerettünket, de ha arra gondolunk, hogy neki odált már semmiféle ilyen dolga nincs, az, az, az talán lehet valami árnyalódhat. A gondolatiságunk mind a saját valamikor elképzelt halálunkat illetően, mind pedig a gyászélmény feldolgozásunkat illetően. Annál is inkább, Judit, mert ez ugyanaz az ötödik könyv, de a negyedik könyvet úgy hívják, hogy Előző Életek. Azt most nem hoztam el neked, amiben kisgyerekek mesélnek felettébb különös dolgokat. Az is megér külön beszélgetés. Az egy külön beszélgetés amikor elhangzik, hogy egy spontán gyerek szájból, egyébként elfelejtik 7-8 éves karukra ezeket, de a családi lengyeláriumban megmaradt, hogy anya, én azelőtt egy másik apával, meg anyával éltem, de azok. azok engem apu mindig égetett, de ti jó szüleim vagytok, ezért választottalak titeket. Ilyen, ilyen leíratok vannak, magyar leíratok is. Persze a szkeptikus mondhatja, hogy persze mindkitaláció, meg hülyeség, meg, meg kemikalizáltság, stb., de ez sokkal több annál, ezt nem lehet ebben lesöpörni. Olyan óriási mennyiségben vannak. Képzeld el, csak egy érdekesség, hogy a halál közeli élmények leírata, az, az egyik első leírtart több mint 3500 éve olvasható a szakkarai piramisok belső falán, és avval a hieroglif írással ugyanazok a halál közeli élményegységek vannak leírva, mint a mai tudomány által ismert élményegységek. Az elhúnyt rokonok, a, az alagút élmény, a fénylény, megjelenése és a végül a sorompó élmény, mikor egy hang vagy egy ismert hozzátartozó, még nem jöhetsz, még van dolgod, gyere vissza, és azonnal visszazuhan a Zohan testén. Muszáj váltanunk témát, mert hallgatnálak meddig, de hát inkább olvassuk el a könyvet, vagy nézzük meg a filmeket. Most a színház hol van az életedben? Hívta Budapestre, ugye én kiköltöztem őrbottyába, nem tudom, említettem-e? Hogyne, azért nem jöttél, jó néhányszor hívtalak, mondtad, hogy Építed, csinálod. Ilyen, az húr, elkészült karab. a szaletli, és na holnap ezen. jön a vízes is, úgyhogy az az utolsó etap, nagyon ilyen kis nyugalomszigetét tudtunk megvalósítani ott a, a telkünkön, a házunk mögött. Ne, és barátokat várunk, jókat fogok főzni, jó magyar borokat, fröccsöket fogunk inni, jó fogjuk magunkat érezni. Színház. Hívtak engem Pestre egyik neves színházba, szándékosan nem mondom ne arra, hogy és azt mondtam, hogy nem, nem akarok. Nem, szinkronban már nem járok. Szoktam azt mondani, hogy abból élek, hogy zárva tartok, de ebből az igaz, hogy én közben rendezvényszervező lettem. Tehát ilyen fesztiválok, gasztronómiai fesztiválok, városnapok, falunapoknak az egész, uh -huh. egész napi program miatt viszem, és hála Istennek olyan emberekkel dolgozhatom együtt, mint a Rippel Fivérek, a Györfi Pali, Nyári Karcsi, és a viszkis például. Ez, nem, ez megütköző, mert a viszkis ugye nagyon megosztó személyiség, de a viszkis azt csinálja, hogy eljön, egész nap korongozik a gyerekekkel, és hazavihetik azt a kis tálat. persze van egy beszélgetésünk is vele, mert ugye érdekli a viszkis labló mindenkit, mindenkit érdekel. És én nekem az a kérdésem, Attila, hová a pénzt? És akkor ő elkezdődik egy beszélgetés, és élvezik az emberek, Hála Istennek az Attila továbbra is egy egyszerű köztörvényes embernek tartja magát, semmiféle példesztárt nem, nem rajzolt úgy maga köré. Viszont élő példája annak, hogy, hogy a börtönök nem csak zsivány továbbképzőként működnek, hanem valóban lehet lediplomázni, szakmát tanulni és visszajönni a társadalomba is. Attila mondjuk erre egy élő Igen, példa. Nem Ettől nem függetlenül kinek, kinek szíve joga nem szeretni őt, vagy szeretni őt, minden esetre gyönyörűek a kerámiái, és a gyerekekkel nagyon jól el van. Nagyon lelkesen mesélsz erről az életszakaszról. De hát akkor bennem fölmerül a kérdés, hogy lehet, hogy akkor a színház, a színjátszás az nem volt akkora szerelem, akkora szenvedély az életedben? Ne. Erre szoktam mondani, hogy, hogy lehet, hogy nem vagyok az a klasszikus értelemben vett komédiás alkat. Mert ugye az ilyen komédiás alkat az meghal, ha nincs a talpa mm -hmm. alatt ö, deszka, színpadi deszka, vagy nincs előtte felvevőgép. Ugyanakkor én, én mióta véget ért a barátok közt, én, én eljátszottam már egy csurkadarab főszerepét, egy, egy a, a mosonmagyaróvár és ilyen 56-tal kapcsolatosnak a, a negatív főszerepét meg egy csomó ilyen vígjátékoknak a főszerepeit, Heller Tomi barátommal például, vagy Gergely Robival csináltunk színházat, de, de már nem, nem vonz, már nem akarok utazni messze, hogy éjjel háromkor érjek haza, hát, öreg vagyok, én, én jövőre 60 éves vagyok, úgyhogy csak azért nem nézek ki annyira, mert nagyon jó a plastikai sebészem, nem olcsó, és három hetet letagadhatok simán. A lényeg, a lényeg, hogy, hogy tehát én inkább olyan vagyok, judít, hogy keresem mindig annak a formáját minden életszakaszomban, hogy mi az, amivel adni tudok embertársaimnak. Embertársaimnak egy időben a színházi szereplésemmel élményt nyújtottam. Utána a sorozattal, televízión keresztül nyújtottam élményt. A kötetekkel, illetve a dokumentumfilm sorozattal, ugye, ami a halálközeli élmény témakörét boncolgatja és kutatja, avval ismereteket ő, adtam át beszélgetős műsor, aminek te is okay. még egyszer megköszönve jöttél velem, mentünk, és ott én kér, ott fordított Igen. volt a szereposztás, hogy, hogy egy olyan nagyszerű személyiség, mint te, akit, akit a szívükbe zártak a, a, képernyőről megismerve, hogy él, mind gondolkozik mostanában, mint gondolkozik mostanában, mostanába, hogy van, mi van vele, meséljen, mert érdekli az embereket és most az van, hogy ezek a gasztrokulturális fesztiválok, mikor kiváló sév, Faragó Topival, Domokos Locival, kiváló sév főzünk, mondjuk egy városnapi rendezvényen volt, hogy a félvárosnak főztünk ilyen 900 adagot, és akkor jönnek a különböző fellépők, Magyar Nóta Énekes, Bápszi Ház, Tánzdal Fesztivál, Retro Dalok, stb. Erőművész bemutató, nem tudom, meseműsor a gyerekeknek, és ott a műsorok közt jön-megy az ember a, a vásári forgatagban, és fárasztóni, fárasztó, de mikor jön szembe egy mosoly, és azt mondja művészor, hogy mi úgy szerettük magát, akkor akármilyen fáradt vagy, akkor az viszont mosoly megy. És most nekem ez a fontos. A többi nem. Na, még azért a gyerekekről egy kicsi időnk van, hogy kicsi beszéljünk. Időnk van. Érdekes módon a Rebekáról tudtam. Persze, ő szemünk előtt van, szemünk előtt cseperedett fel, valahogy a fiadról kevesebbet hallani. A gyerekeiddel milyen a viszonyod? Mennyire vagy része az életüknek? Mennyire akarsz a része lenni? Mennyire igénylik ők, hogy része legyél az életüknek? Én azt gondolom, hogy ez egészségesen megy. Hát én, mikor 18 éves koromban leléptem Győrből Békés Csabára segédszínésznek, anyám megsiratott. Én is Idézőjelben megsirott, amikor a Rebecca kiröpült. Már 16-17 éves korában elkezdett foglalkozni ebből, akkor már bejöttek ezek a social médiás mm. felületek, és ő nagyon vonzotta meg a szépségipar, meg a ruhák, meg a nem tudom, és ebben éli ma is a világát. De persze mindig, mikor a régebbi kapcsolataival baj volt, akkor apa, hadd mondjam el, hogy mi volt, mondjad kislány, gyere ki, nyugodjál meg, jó lesz minden. Én macskákkal fogok megöregedni, persze, mondom, igen, persze, az úgy lett. És akkor mindig kijön, és akkor a párommal öntünk bele erőt, minden, de most már erre nem szükség, mert lekopogom, remélem, hogy ez, ez, komolyabb, de az Antalimre úgy eszembe jutott, még annak idején Antalimről Imrevel kezdtük ezt a beszélgetést, de Antalimra Imre csinált egyszer a szalmék műsorban az és lesz, lesz, lekopogom. Ki az? Talán emlékszem, Én, egyébként a legtöbbet az Imrétől meg a Verebes Pistától tanultam. Konferálásban szellemes, elegáns, humoros, kedves, nem túláradó. Messze nem tudom őket behozni, mert gyakorta vezetek én is különböző ilyen rendezvényeken műsor, de mindig ők voltak az etalon, zárójelbe zárva. Az, az Andris pedig most végzi utolsó évét az egyetemen informatikus. Az Honlapokat csinál Audi-nak, uh -huh. meg, meg, meg ilyen nagyobb cégeknek, és dolgozik az egyetem mellett, úgy érteni, és ő is gyakorlatilag már bent laknak Pesten. Ugye még a hónap kínálta de hát ők, nekik, ők fiatalok, nekik még ott kell lakni, bulizni, menni, jönni, menni a forgatagban, nekem meg már jó az a reggel kilök a páromban kávézni és madár és ennél jobb nem kell. Úgyhogy így vagyunk a gyerekekkel, hál' Istennek jóban. szokott te bevillanni az életednek az a szakasza, valahol olvastam, aztán Faragó Andrissal nagyon jó barátok, és szó szerint azt mondtad egy beszélgetésben, vagy egy cikkben, hogy hát bizony olykor még éheztünk is, vagy csak éppen zsíros kenyére. Csórók ez, voltunk. Csórók voltatok. Csórók voltunk. Én azt gondolom, hogy azért mindenkinek, aki erre a pályára hogy ilyen színézek, ugye azt tudjuk, hogy a színész az, az nem egy Igen. nagy bulis pálya, tehát itt nem lehet milliárdokat építeni. A nemzet számosai azok mindig kiszolgáltatottak voltak, de valamitől nagyon vonzó ez a pálya. És mikor egy fiatal ember elvégzi a főiskolát, vagy éppen még főiskola előtt van, de szeretne a világot jelentő deszkákra lépni és megmutatni magát, hogy látva lássák, ahogy a költő mondja, akkor nem érdekes, hogy csak egy száraz zsömle van otthon hármunkra. Mert mi albérletben laktunk többen, mm. köbben faragó topival is, 18 éves korom óta vagyunk bele barátok, és bizony volt az, hogy éheztünk. Éheztünk, nem volt, de aztán másnap valahogy szereztünk valamit. Nem, alig, fizet, alig kaptunk fizetést, mert az albérletet is kellett fizetni. Voltak ilyen, Ezek, ez, a, ez, a, hőskor még, de, de elképzelhetőnek tartom, hogy ez nem csak a mi egyedi esetünk, hanem viszonylag gyakori eset ö, a kis, vékony pénzű kezdő, és otthonról már eljövő, és a saját lábára álló fiatal emberkéknél. Te magad is mondtad, hogy jövőre szép kereké fordulód lesz, 60. Az életkorhoz hogy viszonyulsz? Tehát nem tudom, azt tudom, hogy egy nő, ne így mondjam, hogy egy nő, én nő, hogy viszonyulok az idő múlásához, mert különböző. Korhatártalan. Korhatártalan. De egy férfi ember hogy viseli azt, hogy múlik az idő? E, nagyon érdekes. Egyébként, pont tegnap pusztas szemesen jártunk a, a sógorom még laknak ott, és ott van egy gyönyörű vendégház, és a párom csinált egy képet rólam, ahogy a vendégházban állok. <laughs> és jöttek a lájkok. Régi elfeledett ö, ö, kapcsolatok, hogy de jól nézem, minden, hú, de jó, minden kerek, látom, minden, minden, meg, meg, is, pedig egy átmulatott éjszakát követő reggel, ott hagytuk el a szállást, de úgy valahogy úgy sikerült mosolyognom, vagy nem tudom. Meglepő, hogy megfiatalodtál meg, hogy például valaki azt írta, hú, úristen, ki ez a srác, tudod mm. így. Ezek jó estek a, a, lelkemnek. Én igazából azt gondolom, hogy mennyi belül vagyok. Én a 30-40 között datálom magam belülről, mint személyiség, Hát a, remélem, hogy majd erővel bírom is, még egy, egy kis darabig. Nem különösebben foglalkozom vele, különösen annak tekintetében, hogy nem. Most már nincsenek olyan nagy félelmeim a, a véget illetően, és ez nem hit vagy nem hit kérdése, mert mondom, én viszonylag racionális pali vagyok, de, de valamit sejtek hogy azért nem kellett túl annyira félni. Hát én azért azt kívánom, nyilván még nem köszöntelek a 60. évforduló alkalmából. Első. Nem, nem, mert vannak, akik babonásak ezt illetően, de hogy azt kívánom, hogy azért még itt a Földön élvezd az életet, én és van, minél később jöjjön el az a bizonyosság, az életedben, úgyhogy Péter, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a könyvet, majd szeretném, ha dedikálnád is nekem. Mindenképpen elolvasom, mert engem is izgat azért ez a téma, bikasságom ellenére is, úgyhogy köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Tudják, jöjjenek majd a YouTube csatornámra, és iratkozzanak is fel, hiszen akkor ilyen jó, tartalmas, érdekes, különleges beszélgetésekről nem fognak lemaradni. Viszontlátásra!